Sziasztok! Gondoltam, hogy jövök megint egy elfogytak videóval, hát megpróbálom megmutatni, hogy mit lesznek ma. De hát ahogy mutatom, úgy borul el. Megint van egy nagyobb csomag, nagyon sokféle termék van benne. Sajnos, hát van olyan, amit nem tudok már újra venni, pedig nagy-nagy kedvenc volt nálunk, és nagyon sok ideig elég volt. De hát akkor kezdjük is ezzel. Volt az Oriflame-nek egy ilyen, hát lehet, hogy nem fog rá fókuszálni, egy ilyen Oriflame Home, hát ilyen lakás illata. Igazából ez egy vaníliás illat volt. Még tök jó lenne, hogyha lehetne kapni, mert igazából még 2 évig tökéletesen jó lenne a szavideje, de hát sajnos most már nem lehet ezt kapni. Szerintem nekünk tudni, hogy hát egy másfél évig biztos, hogy használtuk, és ezt a párom is nagyon szereti. Nagyon könnyen fel lehet vele dobni egyébként a lakás illatokat. Ugye helyette most a Swedish Spa-nak a diffúzorát használjuk, mondjuk az is teljesen jó, de ez mégiscsak egy vaníliás illat, amivel így hirtelen fel lehetne dobni a lakást. Hogyha már az illatoknál tartunk, akkor elfogyott a Magnetisztán, nem tudom, hogy mutassam. A Magnetiszta parfümön, ugye ez egy édes parfüm, szerintem nagyon jól néz ki egyébként. Ugye ez a feromonos parfümje az Oriflame-nek, 3-ból 2 férfinak bizonyítottan felkelti a figyelmét. Ezt egyébként én is tapasztalom, nagyon-nagyon-nagyon szeretem, igazából mindannyiunknak tök jól áll, nagyon sokan szeretjük. Aki az édesebb illatokat szereti, neki is jó, illetve aki a fűszeresebb illatokat, neki is tök jó. Tehát nekem vannak olyan barátjaim, akik ugyanúgy használják, pedig tök más illatokat szeretünk. Úgyhogy őt biztos, hogy újra fogom menni. Aztán van itt még egy illat, egy sokak által ismert, így biztos, hogy sokan felismeritek. Egy Giordani Gold Essenza illat, ez egy nagy-nagy favorit, ugye ez is parfüm egyébként, de parfüm, és ahogy látom, még mindig lenne rá 3 év szavidő, tehát ugye sajnos elfogyott. Igazából olyan érdekes ez a parfüm, régóta megvan nekem, nagyon kedvelem az illatát. Van egy, biztos tudjátok, hogy van most már ugyanúgy ennek az Essenzának az olaj parfümje, azt is nagyon-nagyon szeretem. Amikor megvettem, akkor is tetszett, de akkor úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon alkalmi viselet, illetve hogy egyébként idősebb nőknek az illata. Mostanában gyakorlatilag már úgy magamévá tettem, hogy nagyon szeretem, de alkalmi parfümnek tartom még mindig. Aztán nézem, hogy mi van a bugyromba, hát már nincs ilyen illat, de hát akkor még a dezodornál maradva, ugye az Activelnek ez a kék színű golyós deója, ami elfogyott. Ez egy picit citrusosabb illat, én nagyon szeretem ezeket a golyós deókat, illetve a sprays változatot is, de ezt tudjátok. Ez a 48 órás volt, valamelyik változatát tudja, hogy újra veszem, mert most is használom. Jó, aztán van itt 2 szempillaspirál, de gondoljátok, hogy egyszerre 2 használok, egyszerre sokat használok sajnos. Egyébként ez egy rossz szokás, mert hogy itt is van, ott is van, amott is van, aztán most próbálom rendszerezni, mert hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy felbontás után 2, maximum 3 hónapig szabad használni. Ez most gyakorlatilag mind a 2 kifogyott, amennyire látjátok, kicsit le is kopott egyébként a felirat róla, talán látjátok. Ugye ez az új, hát új, most már szerintem lassan 1/2 éves, Tremendous szempillaspirál, mindjárt megmutatom. Biztos, hogy újra veszem, mert egyébként nekem nagy kedvenc, még ahogy látjátok az ecsetét most is szed ki festéket egyébként, csak már nagyon-nagyon kevés van benne, és régóta használom őket, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most akkor már valami szözt is eszek, hogy most akkor már lecserélem őket. Hát ugyanúgy egy Tremendous-t kezdtem már használni egyébként.
aztán nézem, hogy mik vannak itt kapuk tojások. Elfogyott ez a food, fitap, nem food, fitap lábkrém. Ez egy... hirtelen akartam mondani, hidratáló krém egyébként, és sütötökös illatba volt, imádtam. Mindig van benne egy kicsit. Nagyon kellemes illata van, és nagyon jó hatással is volt, úgyhogy hát ez egy limitált kiadás, hogyha látjátok itt, de hogyha lesz még ilyen, akkor tudni fix, hogy veszek magamnak, mert nagyon szerettem az illatát, és nagyon jó volt a hatása is. Aztán arcápolás, elfogyott ez a Royal Velvet olajkapszula. Igazából ugye ez az idősebb korosztálynak szól, ez az olajkapszula, van a Novage-nak, és azt is használom. Ez lesz a következő tégely, ami majd elfogy. Viszont ugye nagyon sok van mind a kettőben. Azt hiszem 30 darabos mind a kettő, ez talán 28. Igen, ez 28, akkor a másik 30-32. Olajkapszula, nekem ugye most meg tudjátok, hogy alul is, meg föl is nagyon-nagyon száraz a bőröm, úgyhogy nekem tök jó tesz, hogy hetente egyszer bekenem így olajjal, úgyhogy biztos, hogy ugye használni fogom. Felváltva szoktam, hol ezt, hol a Novage-et, igazából mind a kettővel elégedett vagyok, mind a kettőt szeretem, úgyhogy mindig újra veszem őket. Aztán egy über nagy kedvenc, erről már beszéltem nektek, ugye a Swedish Spa-nak a testradírja. Mostanában nagyon jó áron van, úgyhogy ha még nem próbáltátok, akkor itt az ideje, hogy próbáljátok ki. Ugye nagyon nagy tégely, ahogy látjátok, teljesen kifogyott. Aj, annyira isteni az illata, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jó a hatása. Igazából akivel beszélek és szóba kerül, mindenkit megfertőzök ezzel. Ez egy óriási kedvenc, biztos, hogy újra veszem. Aztán nézzük, itt van rengeteg féle maszk. Nézzük, hogy milyen maszkok vannak. Van egy kis zabos és narancsos vitalizáló fátyolmaszk. Őt igazából nem fogom újra venni, mert nem, hiába van ráírva az, hogy minden bőrtípusnak ajánlják. Igazából nem az én bőrtípusomnak megfelel. Én azt mondanám, hogy a narancs miatt inkább a zsíros bőrűek vannak előnyben szerintem. Én nagyon nagy áttörést így nem éreztem vele kapcsolatban, úgyhogy őt nem fogom újra venni. De hát aztán itt vannak, ugye most ahogy látom minden illatot kipróbáltam megint a hajmaszkokból, ezekből a kis szintikból, ugye itt az über nagy kedvenc a banános, aztán van egy avokádós, illetve egy mangós. Hát igazából mondom őszintén nektek, hogy ami a legeslegjobban bevált, az a mangós, azt szeretem leginkább egyébként érezni a hajamon, és annak a legtáplálóbb a hatása az én nagyon száraz hajamnak, úgyhogy azt fogom a három közül újra venni. Aztán van itt egy új termék, nagyon jó kis bevezető áron van, de ez is, hogyha jól emlékszem, akkor limitált egyébként. Ez egy görög dinnyi és testradír, egy alkalmas, 300 forint most a katalógusban, isteni illata volt. Na, nagyon jó, és nagyon jó kis hatása volt egyébként így nyárra. Tökéletes szerintem, és tök jó ajándékba is. Aztán van itt kettő Instakul, ugye ez a szem alatti maszk, mint látjátok. De lehet rakni ide, lehet rakni egyébként ide így a szemöldök fölé, vagy lehet így a száj köré is rakni. Én megmondom őszintén, hogy én csak ide a szem alá használtam. Nem tudom, hogy vagytok vele, én amikor sírok, akkor másnapra itt rettenetesen bedövel a szemem, és hát most ilyen sírós filmeket néztem, dokumentumfilmeket, és hát másnap úgy néztem ki, hogy hatalmasak voltak a szemem alatti táskák, és hát arcápolásra mentem, úgyhogy hát úgy gyakorlatilag nem mehettem el, mert több ciki lett volna, és gyorsan feldobtam, ugye ezt 10-15 percig kell rajta hagyni a szemem, így van, és totál levitte az egészet, mintha nem történt volna semmi, úgyhogy ez ilyen nagy kín. Szerintem biztos, hogy újra veszem, sőt már vettem is jó pár darabot. Aztán, hogyha már az ápolásokról van szó,
akkor egy nagy kedvenc, az Eleónak az éjszakai haj elixírje, ugye ez egy olaj. Már meséltem nektek róla, úgy biztos, hogy újra veszem, de most az Eleónak a zöld argánolajas olaját használom a hajamra, a göndörít is egyébként, mert is én azt vettem észre, de ezek az Eleó olajok nekem nagyon jók, kimondottan úgy használva, hogy nedves haj, betenni a végét, és akkor visszacsavarni a törölközőbe, és úgy hagyni egy fél óra órát, és utána megszerteni, tehát nem kell kimosni. Azt tudja, hogy újra fogom menni. Aztán van itt egy hajhab, ami kimondottan ugye gödörfürdőket ígér. Egyébként tök jól beváltott azt, amit ígért, tehát tényleg gödörfürdőket lehet vele kialakítani. Viszont ez a termék is megszűnt egyébként, úgyhogy ezt már nem fogom tudni újra venni. Az újat meg megmondom őszintén, hogy még nem vettem meg, mert ugye ez is most, hát most fogyott ki. Nekem egy ilyen, biztos, hogy egy fél évre elég, mert nagyon keveset használok hajlabot egyébként, de majd az újat ki fogom próbálni, és akkor beszámolok nektek arról is. Hogyha már haj ápolás, akkor van még itt kettő haj ápoláshoz tartozó termék, ugye van itt egy Milk & Honey-s sampon, amit ódákat zengettem róla nektek, illetve egy balzsam, ugyanebből a kategóriában mindkettő csodás. Nagyon-nagyon sűrű, nagyon-nagyon kevés kell belőle, és nagyon jó hatása lesz a végén, és nem mellesleg isten illata lesz a hajamnak, úgyhogy én ezeket biztos, hogy újra fogom venni. Aztán van egy kis új termék, az Essentials-ből, ő egy zöld teás tusoló zselé, most nagyon jó bevezető áron volt. Hogy lássátok, hogy mennyire fantasztikus ez a termék, biztos, hogy újra fogom menni, viszont jelenleg hiány, úgyhogy nem érkezett meg a saját rendelésem se. Nemhogy ugye a többi emberi, aki rendelt tőlem, úgyhogy hát sajnos ez most hiány. Cégnél reméljük, hogy gyorsan pótolni fogják, hát látjátok, ez azért van, mert hogy nagy sikere van. Tényleg ajánlani tudom. Még azok a barátnőim is kedvelik, akik nem szeretik egyébként az Oriflame-es tusolókat, mert azt mondják, hogy nekik nem habzik eléggé, de ez a termék ez nagyon jól habzik. Aztán van itt egy örök kedvenc, ugye ez egy sárgadíny és kókuszvizes tusoló, ennek is imádom az illatát, egyébként ez a szüleimnek a nagy kedvence. Hát újra fogom venni, hát ezt imádom. Aztán van itt egy jumbo kiszerelés, úgy utolsónak, egy mandulás tusoló, ezt megmondom őszintén nektek, hogy nem tusoláshoz használom, mert nagyon sok ilyen termékem volt itthon, hanem most, mivel a kézmosók nagyon fogynak, hát most ez van nálunk a kézmosóba, úgyhogy mi kezet mosunk be, teljesen jól funkcionál egyébként, nagyon jó az illata, de nem szeretek ekkora termékeket tusolónak használni, ezt már mondtam nektek, mert én jobban szeretem a kisebb kiszerelést, hogy sűrűn tudjam váltogatni az illatát, úgyhogy őt ezért nem venném újra. Magát a mandulás tusolót viszont valószínűleg majd újra fogom venni, mert abból van ugyan ez a picike kiszerelés, és hogy lássátok, hogy mekkora különbség van közt, tehát ekkora jó, ilyen picibe biztos, hogy újra fogom venni. Hát ennyi lett volna mára. Ugye igazából mindent újra vennék szívem szerint, ez az egy termék, amit nem szeretnék újra venni, a többiből meg sajnos van el, amit nem tehetek. Úgyhogy hát ez van, remélem most tudtam nektek segíteni egy kicsit, vagy esetleg örömmel venném, hogyha megírnátok ti is, hogy milyen kedvenceitek vannak az Oriflame-től, és akkor kommentben szívesen olvasnám ezeket. Úgyhogy hát ennyi lett volna már ez a videó. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel a csatornára. Szia!